A megye egyik legnagyobb járása a Máté-Szalkai. Sokan intézik ügyeiket a hivatali épületekben, és az ottani alkalmazottakon kívül az ő dolgukat is megkönnyíti, ha modern körülmények között lehetnek ebben az időben. Ez újabb helyen vált lehetővé. A járási hivatal osztályai közül többnek mostantól új otthona van. A Kossuth utcán volt a népegészségügyi osztály, ők jöttek ide dr. Bajnai Benő tiszti főorvos úr vezetésével. A földszinten lesz a gyám hivatal, annak az osztályvezetője a hivatal vezető helyettes dr. Szűcs Gyula, illetve a mögöttem látható kisebb épületben az állategészségügyi osztály és az építésügyi osztály. Ők várják nagy szeretettel a Máté-Szalkai járás valamennyi ügyfelét, valamennyi lakosát. Az új hivatali épület az Ötvös utcában fogadja az ügyfeleket. Ez korábban teljesen más funkciót töltött be. Ez a helyszín egy 2007-ben használaton kívül helyezett óvoda épülete volt egy évvel ezelőtt. Most pedig egy olyan új épületnek ad otthont, amely a város egyik égköve lehet. És valóban 21. századi körülmények között intézhetik ügyes bajos dolgaikat azok, akik a közigazgatás szolgáltatásait igénybe akarják venni. A szerdai avatáson elhangzott Máté-Szalka az elmúlt években soha nem látott fejlődésen ment keresztül, amely több mint 12 milliárd forintos kormányzati támogatással valósulhatott meg. Ehhez a mostani fejlesztéshez is kaptak segítséget. Magyarország kormánya 325 millió forint hazai forrású pénzt különítette el ennek a hivatalnak a megépítésére. Igyekeztünk ezt olyan módon megtenni, hogy mivel a városközpontról van szó, ezért egy impozáns épület alakuljon ki. Szerintem ez sikerült. Én azt gondolom, hogy a Máté-Szalkának a városa ezzel tovább gazdagodott és gyarapodott. Hálásan köszönjük a városnak, hogy ehhez a területet biztosította a számunkra. A közszolgálatért felelős államtitkár pedig arról beszélt az ünnepségen, fontos, hogy az emberek jól érezzék magukat, az ország pedig élhető legyen. Ezért fontos, hogy az állam is cselekedjen, és olyan szolgáltatást kínáljon, amivel az emberek életét segíti. Segíti, hogy gyorsabban menjenek az ügyeik, de a legjobb az, hogyha szinte nem is kell ügyet intézni, úgyhogy azon is dolgozunk, hogy egyre kevesebb ügy miatt kelljen bejönni. De ha mégis be kell jönni egy hivatalba, akkor bizony az ügyintézés olyan legyen, ami elégedettséget sugal, és amire nem kell emlékezni, mert a legjobb ügyintézés az, amire nem emlékszünk, hogyha emlékszünk az ügyintézésre, akkor biztos, hogy valamilyen probléma volt. A költözésre egyébként már nagy szükség volt az elmondottak alapján. Az eddigi helyen dolgozók egy része ugyanis már méltatlanná váló körülmények között végezte munkáját.